egy humanista volt, aki amellett, hogy az intézmény egyik legkiváló patológusaként ismert, az intézmény 15 évig vezette olyan időszakban, amikor meg kellett újítani mind az egészségügyet, mind az intézményt. 15 éven keresztül a vezetése alatt nagyon komoly nyomokat hagyott maga után, és most koncentráljunk erre a helyiségre, ahol vagyunk, ezt a művészeti szentét az ő elképzelése alapján, az ő alapításával hozta létre az intézményen is még jó néhány művészetet pártoló mecénás. Nem csak a gyógyításon keresztül szolgálta az embereket, nem csak az intézményen keresztül szolgálta a betegeket és az egészségeseket, hanem a lelke is, lelke mélyén is humanista volt. Számos művészi hajlamát megismertük, ugyan nem tolakodott előre, de kicsikartuk belőle. Írt, fotózott, festett, olyan dolgokat látunk tőle, amiből látszik, hogy mindig túllépett a mindennapi munkán. Ő volt Gugovics Elemér. Milyen művészeti ágban tevékenykedett az apukája, és mi az, ami érdekelte? Mi volt a célja a festészettel? Alapvetően kifejezni önmagát, ezt részben zsírkréta rajzokkal, részben pedig olajfestményekkel tette, meg persze mellette írt is filozófikus jellegű eszéket, gondolatokat, tehát egyfajta eklektika jellemezte a alkotásait. Családban marad ez a művészet szeretete, ön jelenleg mivel foglalatoskodik? Hát én jelenleg szociológus vagyok, tehát a tudomány területén dolgozom, emellett mindig van ihlet a gondolatok mellett, mindig van egy érzelmi töltet, amit az embernek ki kell fejeznie. Láthatjuk itt az önképeit is, milyen technikával szeret dolgozni, és mi az, ami igazán érdekli? Hát alapvetően én nem szeretem túl spillázni a dolgokat, tehát a hagyományos olajfestészet mellett köteleződtem el. Néha van egy-egy vonatkozás, amiről olvasok, és azt kipróbálom, de alapvetően absztrakt olajfestményeket készítek. Talán abból fakadóan, hogy szociológus vagyok, sokat olvasok és sokat is írok, tehát ezek a területek is nagyon összeszövevényesednek, és némelyik esetekben a tudomány és a művészet határa is elmosódnak. Mekkora felelősség van ma egy művészen az utókor számára? Nyilvánvalóan van, főként ha művész valaki, én azért nem vagyok az, nem tartom magam annak, én csak olyan belekóstolós típusú gondolkodó vagyok. Szerintem nagy felelősség van, főként ahogy a korát jellemzi és kifejezi, az mindenképpen meghatározó.